Pintyöke vagyok, Kalickába búsulok, én kis pintyöke. Azaz, elő, szépen folyamatosan halljam az éneket, halljam, szépen beleadni szívet, lelket, elő, szívet, lelket! Kalika, legyen szíve, Kalika. Istenem, Pág! Miért bántod már megint az én Ernő cica? Ernő, te hogy hagyhatod ezt hát? Hogy? Na, mesélj, Ernő cica, mesélj! Nem tudom, hogy te, de miért, Jusszus? Miért tettél most? Miért? Én csak most... Én csak... Mit csinált maga velem? A Palikával, aki a légynek sem, Na, mit csinált? Jusszus, én kimostam Palika Lujza város. Mezé. Jaj, de ügyes vagyok. És nem elég, hogy kimosta, hanem összemosta egy kék törölközővel, egy gyönyörű, piros-sárga, lujzavárosi mezemből letegyem barna, zöldes vacsát. Ez milyen szép, Ernőke jót akart. Ernőke jót akart, de rosszat tett az Ernőke, és most ezért van büntiben, Ernőke. Ernőke, hát hogy hagyhatod ezt? Hát miért nem állsz a sarkadra? Igazad az, hogy azt nem lehet, de nagyon beverem itt a fejem a fölállat. De hát így férfiasabb, határozod, hol van az erő, hol van belőled a tű. Igazad van, Jutus. Palika, tessék, legközelebb vigyázok a mosásra, hogy ne mossam össze a mezét. Pityöke! Hát, tudod, hogy miért nem tudsz te olyan lenni, Ernőke, mint egy igazi férfi? Mint én, ugye? Én egy igazi férfiről beszéltem, Pál. Egy igazi férfi az olyan... Milyen Jucsus? Hát, neked jobban kéne tudni ezt, Ernő. Egy kis pintjőke vagyok, azaz, dalolni, Ernőke, úgy dalolni, hogy halljam a szobámba is szépen értető. Igazi férfi, aki ígyak, mint a gödény, meg füstek, mint a palika, meg lújj! Én ezt miért is se tudom, nekem innen mennem kell. Ernő! Halljam! Hangosabban, hangnemre ügyelni, mesés lesz, ami mesés lesz. Na, benn vagyok a szobában, hallj! Én kis pintyőke vagyok! Pintyőke vagyok! Kalickába búsulok, én kis pintyőke. Istenem, hogyan legyek én igazi férfi? Pintyőke vagyok! Meg akarok változni. Én kis pintyőke vagyok, Kalickába búsulok. Ilyen cicó. Tessék. Mit adjak neked, nincs itt sem. Kiadnád Ernő cica? Kalitkából a kis Ernyőmet? Igen. Tessék, Jucsus. Tessék. Köszönöm, Ernő. Jaj, Jucsus, megfázom. Kényes pintjöket. Szevasz! Mi van az én kis dalos pacsirtámmal, mi? Kis pintjöke vagyok. Nagyon finom lesz. Palikának most el kell mennie, mert szombat van, iszik a haverokkal egy 9-10 korsó sört. Jó? Sietek haza, addig rendesen viselkedni. Rakott krumplit kérek ebédre. Világos? Na. Én kis pityöke vagyok, Kalickába búsulok. Micsoda szégyen, micsoda megaláztatás. Pintya. Várj!
Változtassa meg az életét. Változtassa meg személyiségét. Legyen olyan, amilyen mindig szeretett volna lenni. Mi most ebben segítünk önnek. Asszonyok, ha ön nem elég nőies, uram, ha ön nem elég férfias, akkor itt az ideje, hogy megrendelje az Átváltozás 2000 című könyvet és videókazettát. Ha megfogadja tanácsainkat, ön lesz a legférfiasabb férfi, a legnőiesebb nő. Környezete ámulni fog a változáson. Rendelje meg most. Ez az. Ez az. Átváltozás 2000. Hát férfi leszek, férfi leszek. Elolvasom a könyvet, megnézem a kazettát. Férfi leszek. Na nézzük csak. Azt mondja, A, mint agresszió, lásd kazetta. Na. Szentséges atya, úristen, fenébe már. Agressziót. A férfi viselkedésének szerves része, gyakorolja, álljon a tükör elé, és olvassa az alábbi mondatokat. Ne nézzél, öreg, mert me lerúgom a petádat. Petádat. Ez meg mi arról se peta. Azt mondja, szemüveg, erre nem is gondoltam, szemüveg. Na, azt mondja, ne szóljál be, ember, megütlek, hogy elhagyod az agyadat. Ez palikálat, nem fog sikerülni, mert neki nincs is agya. Azt mondja, A, mint alkohol. Na, fos, gondoltam, benézek, hát a szükség lenne rá. Szasz, kis csavó, nyomjál már valami keményet az arcba. Nem is gondoltam, hogy ilyen tökös gyerek. Komolyan, Sanyi. Azt mondja, hogy tökös vagy. Komolyan tökösnek tart. Hát persze, hogy tökös. Hát az baromi bátornak kell lenni, hogy valaki halálciki módon megrendeljen a teleskopból egy ilyen macsó oktató anyagot. Megmondom őszintén, Sanyi, hogy Jucus azt mondta, hogy nem vagyok elég férfias, tudja, hogy ha valaki nekem segítene, mert vagy nekem nincs olyan férfi mintakép a közelemben. Érti, Sanyi? Bocs, de én speciál a lányokat szeretem. Igen, ja, mert félreértek. Nem, csak arra gondoltam, Sanyi, hogyha segítene, hogy milyen egy olyan igazi férfi. Na, jó van, erre kell. Segítek magán. Igen, figyelj. Jól nézem meg. Mit lát? Nem haragszik. Kicsit ki kéne már mosni az inget. Nem. Ugye már, felejts a mosást, a nőket más érdekli. Az izmok, a kemény biceps, a kockás has. Kockás has. Na, figyelj innen, kőkemény fenék. Ide nézd, ezt nézd. A 21. század férfi felsőtest. Nem mondod. Persze, ezt nézd. Gyönyör meg. Gyönyör. Na, maga lesz közöm. Sanyi, mert én megmondom, én is inkább a nőket szeretem. De jó, hát csinálj, amit mondok. Meg kell nézem, hogy milyen borzalmas a helyzet. Milyen borzalmas a helyzet? Hogy ezt az ember, hogy... Jöjjön, a kőkemény. Igen. Kockás. Kemény felé. Aha. De így. Ezt érzem meg, Sanyi bácsi, nekem itt domborul. Hogy fordítod, nem baj? Jaj! Kemény, mint a tavasi tejföl. Na jó, hát ami nem megy, azt leerőltessük, öltözünk föl. Igen? Próbáljunk meg valami mást, itt van például a lóvé. Lóvé, Zsuska, Zsuzsa, Pugac, Stex. Pénz? Persze. Mit mondottam útkor, hogy hol dolgozik? Egy könyvelésben dolgozom. Aha, akkor lóvé, Luki. Akkor nincs más hátra, laza lesz. Laza leszek? Laza. Na, figyelj ide, megmutatom, ez nem nehéz. Na, engedj el. Na. Jó van, akkor hagyjuk ezt ne, is. Ez nem jó. Nem könnyű magával, haja. Akkor próbáljuk meg a jópofaságot. Magának férfivá kell válnia, legyen jópofa. Na? Hát nekem ez mondjuk nem lesz nehéz, mert alapvetőleg jópofa hát vagy. Csodás. Akkor mondjon valami vicceset, próbáljuk meg megnevettetni, na? Ja, na, hát van egy olyan történetem. Igen. Képzelj el, a Laci, a szőke. A szőke, Laci. A kettős könyvelésben múltkor.
A bevételi rovat helyett a kiadás rovatba írta, hogy 134! És negyed évkor az egészet át kellett nézni, hogy a bevételét... Mondják még egyet? Meghaltam, Isten őrőz. Na figyelj, mutatok valamit, amivel biztos, hogy elkápráztatja Jutust. Hát de vicces, anyát, én is tudok ám zsörösöveget nyitni, de nem a fogával. Amikor megjön Jutus, a fogával vegye le a kupakot. Így. Most ez hát garantáltan nem marad el a hatás. Főleg, hogyha összekeveri az üveget. Nem fogom, nem. Ha pedig csajozni támad kedve, akkor én meg a diszkót ajánlom. Ha a diszkót, ott vannak a jó csaj. Gondolja, hogy van olyan jó a mozgás? Nem, ott van sütét hozzá. Figyelj le, akkor próbáljuk egy kicsit. Táncolni! Hát ez megy nekem! Hiba! Hello! Elnézést! Átvittem, hogyha nem baj, csak a barátom megint külföldön van, és olyan egyedül érzem magam. Csókolom a kezét. Itt remek alkalom, hogy megmutass, hogy micsoda férfi maga. Mondjon valamit abból, amit tanult. Száz gágyi. Csipom a bőröd. Eszem a csecsed becsét. Jó volt? Mi? Jó. Mondja neki szépeket. Kedves legyen, de laza. Mondja neki szépeket. Hagyjuk tava? Lememőnap. Hasad a hajnal. Hát szép. Ez szép. Na. Na ide figyelj, jó ember. Így kell ezt csinálni. Erikácska. Milyen szép a körme. Nem is látszik, hogy épített. Biztos ez az újfajta lézerinfra ragasztású porcelán. B18-as. Ez a kedvenc. Sanyi, maga ennyire otthon van a szépségiparban. Pillancson rám a gyönyörű szempilláival. A Black Magic, szuper! Pontosan, Sanyi, maga aztán ért a nőkhöz. Erikácska, tudta, hogy magának van a tömbben a legnagyobb, a legszebb? Sanyi, nem mondja ki. Maga ennyi mindenhez ért, akartam is már mondani, hogy a hálószobában elromlott a villany, és az ágyal sem stimmel valami, hogyha vetne rá egy vagy két pillantást. Lesek rá, Erikács. Bá, Ernő. Csókolom a kezét, Erikács. Bye, Ernő. Na nézzük. Ő öltözködés. Azt mondja, érezzük jól magunkat a ruhánkban, nézzük meg, mi felel meg legjobban nekünk. Ó, szervusz, Ernőke! Szervusz, mi van? Hát, hogy nézel ki? Nincsen farsam. Tom, baby, Tom. Ernőke. Dehogy nem kicsit. Azt hitted, hogy ez pixalám. Mi ez a bűz gyerekekkel? Már a sarkon éreztem. A mi kis gunderünk oda égett a kaját. Mi? Na, hol a kaja, Ernő? Alibaba, nyugodjon már. Ernő, mi a? Nincs kaja? Alibaba. Egyek. Azt teszel, amit főzöl, érted? Mi van? Állj egy picit arrébb a húzatba. Mi van? Én például tudod, mit teszem? Én megeszem az én kis cukorfalatomat. Hát te... Ne haragudj, Jutus, ez egy gusztustalan dolog, ne haragudj, az én házamban. Hogy kinek a házában? Már úgy értem, hogy te meg az én házamban? Hogy tessék? Már úgy értem, hogy a te házadban? Hát akkor is arra, hogy gusztustalan. Hát, hogy nézel? Na jó, van, innom kell valami. Gondoltam, beugrok megnézni, hogy... Figyelj, épületmenedzser csávó. Ne ugrálj be sehova. Kéne egy kis potyapia az arcadnál, mi? Na, ez kapd be kicsit. Told el a bringád, de lerugom a csengőt, de húzd el magad kicsi öreg. De jó ég, Erd.
Ernő, hát mi történt vele? Hát ezt kérdezem én is. Hát mi ez a kuplerány? Nincs is kaja? Hát egy igazi férfiat nem csinál, kicsi baba. Figyelj, mostantól kezdve te mosol, főzöl, takarítasz körbet, Krax. Ha nem tetszik, elhúzod a csíkot. Ha? Hát Jucus, hívjál orvost! Hát reggel még semmi baja nem volt, most meg... Olyan vagyok, mint egy férfi, mi? Igen. Egy igazi, tettes férfi! Jaj, te kis! Ne álljunk már, meg! Én azt hittem, ebben a lakásban eddig lakott egy nő, egy férfi, meg egy átmenet a kettő között. Most meg nézd meg, ez itt kiszélesedett, mint a Tisza Tokajnál. Olyan nagy dolog, azt hiszem, nagy dolog. Mert jó a fogtechnikussal, olyan nagy dolog. Bármikor megcsinálom. Na figyelj már, na figyelj már, na figyelj már, Ernő. Na? Nem a nagy dolog, mi? Ez mondjuk mindenki tudja. Mi? Tessék, az a szkandel, mi? Tessék! Hát kell, ez a versengés, ez a buta versengés. Asszony, kapaszkodj! Majd este ápollak, eltakarlak. Gyere már tök fejű, tépem le a csuklódat, tépem le fele. Többöt tépem ki. Nem is olyan nagy dolog? Ez olyan nagy dolog volt? Olyan nagy dolog? Szkandalozni mindenki tud. Nyers erő. Minden hülye tudja. Tessék, játsszuk le. Tessék, a gyorsaság, érted? A gyorsaság apa. Figyelj, kisbaba, nem akarok én neked fájdalmat. Nem okozol nekem fájdalmat. Én okozok neked fájdalmat, tépem le a fejedet, érted? Vérzett több sebből. Ajánlok én neked egy döntet. Ne ajánlok nekem! Majd én ajánlok neked egy-két dolgot, érted? Ne ajánlok nekem! Na, jöjjj is, dobd rám a hátra. Miért nem kéne vele? Nem lesz itt verekedés, nem. Itt verés lesz. Tudod, menj előttem, kicsi ember. Gyere, kövesd Ernő bát. Menj előttem. Szerencsétlő hülye törpe. Menj előttem. Hajrá, Ernő, hajrá! Nem félek, jöttem magát. Ernőkém, élsz még? Jó, Jézusom! Pál, te gyilkos gyereki! Állj elém, kinyomom a szemed! Jó ég! Mondtam neked, Jucus, hogy gyűlölöm az erőszakot. Jól vagy? Tökéletesen van, csak kéne egy kis bal. Bor? A balgatás! Mondottam, hogy benézek hát, ha segíthetek valamiben. Sanyi, mi történt magával? Mindenbe beleüti az orrát. Megbocsátok, Sanyi, ne? Jöjjön, bejön! Nem megyek! És ne feled a bosszú, mert előbb-utóbb utolja fogja érni magát. Nem is tudom, hogy a palika hogy tűri el magát. Ne féled, hogy jó, beindul és bever magát egy párat. Az biztos, már próbáltam. Nem mondja, hogy ezt ő csinálta. Ez még a döglött legyet se tudja lecsapni, ez a papírgólya bőrcsekiben, és én még délelőtt segítettem neki, most meg azt hiszi, hogy ő a helyi nevezetesség. A tanítvány nagyon gyakran túlnő a mesterén, Sanyi szám. Nem szánkózok, én maga rajta, maga soha nem fog túlnő, és ha nem hiszi, meg lehet ám próbálni. Én azért nem tenném a maga helyében, mert már én is próbálkoztam, és nézem meg, hogy hogy nézok. Palika! Hol vannak a fogai? Elnézést, hajjá elnő! Csak mi akarsz megint verekedni? Nem lesz itt verekedés, csak verés. Na gyere, bogárka! Már hallottam valahol. A kiabálás! Jaj! Ernő! Micsoda átalartozás! Milyen szerkója valami, de Mad Max! Mindig ilyen pasiról álmodoztam, aki ilyen kemény, ilyen intelligens, ilyen kedves, ilyen... Na, álljon már meg a menet! Arra, hogy már nem látod, Ernő, az foglalt, tessék! Itt van a jel neki a hablakán! Na, majd Ernő választ, Ernő! Bébi, én vagyok a jó út! Milyen? És velem mi lesz, Erikácska? Arról volt szó, hogy csapunk egy görbe estét. Ugyan más, Anyi, magának már délután is görbe volt. Na, Ernő bébi! Ernő bébi! Na, vigyázzák! Ez az mi?
Pus! Rendeztük már a mi kis ügyünket? Gyerünk, kis pajtát! Ez az, tanít! Köszi, gyerünk, kis mars! Nyugodj meg, Jucus bébi. Nem tudtuk elkerülni a dolgot. A sebek majd idővel begyógyulnak. Viszont mindenki megkapta, ami jár neki. Elnézést, kérek. Elnézést, szabad zavarognom? Na, mi van, kisember, röviden? Igen, Ernő főnök. Visszahoztam a kölcsönkért, kazettákat, könyveket. Minden itt van hiánytalan. Jucus! Na, megtaláltam a nagymamád aranygyertyatartóját. Na most mit gondolsz, hol volt? Na. Kis párnál magad. Megisgötött. Tedd le, kis ember. Igen. Igen. Nem csöngette? De bizony, bizony. De én már nyitom is, nyitom is. Csak én vagyok. Gondoltam, benélek és megcsinálom azt a lefolyót, amit már szeptemberben megígértem. Mi van a csanyimban? Mi történt a fogaival? Milyen fogaimmal? Nincs nekem semmi problémám a fogaimmal. Na, megyek és akkor csinálom a dolgomat. De várjon, Sanyi, azt hiszem Erika még nem végzett. Miért? Itt fürdik? Asszonyom, a WC kész. Valami más? Hát nem is tudom. A lépcsőházat, ha megnézné. Jó, megyek megnézni. Na most hadd kérdezzem meg, hogy mi lesz a vacsora? Nem leszik? Kicsi Pál. Azt hiszem, mi ezt ma már megbeszéltük, nem? Ja, igen! Hadd szeszek ma magamnak, hadd szeszek ma magamnak. Magának? Hát ez jó volna, hogyha ebből nekünk is jutna. Mi a menü? Bármi lehet, minden messel, bármi lehet. Na, gyere, Jézus! Boruljunk vissza! Olyat teszek veled ma éjjel, oh. Amilyet még soha. Jaj, Istenem, na, hát itt minden szanszét van. Palika, Pali baba. Porszívó, porsó. Gyere, Jucus, felejtetetlen éjszakát ígérek neked. Jaj, elnököm, ha nem fogsz hangosan borkolni? Olyat teszek veled, mivel egy igazi férfi tesz az asszonyával. Jucus, úgy néz ki, kassz egy-két pofon. El is lent az étvágyam. Jó reggelt, drágám! Herbergék! Istenem, hogy nekem micsoda éjszakám volt. Hogy csak álmodtam. Apropó, hol van Pál? Palika? Igen. Kis pinkéke vagyok, kaliszkában búsulok. Kis pinkőke vagyok, kariszkában búsulok. Még?